napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a mai adásunk nézőit. Műsorunk mai címe: Podcastnak áll a világ. De mi valójában a podcast? Ő lenne a rádiónak a reinkarnációja? Vagy egy visszatérő igény a tartalmas, mély beszélgetések hallgatására? A hirdetők egy új, mérhetőbb, lelkiekben gazdag médiumot kerestek a már megszokottak helyett? Mi indokolja, hogy a világ legyen ebben a hirdetői világ, vagy a média világa most érett meg a podcastok hallgatására, fogyasztására, szeretetére? Vajon ez is egy hype lesz, vagy valami egészen fantasztikus új csillag az égen? Amikor eleve meghallom azt a szót, hogy podcast, akkor nekem a blog világa jut eszembe. A 2000-es évek elején jött először be a blog. Akkor indult el a hódító útjára. Jellemző volt, hasonló, mint a podcastnál. Egy adott témát mélyebben vizsgálta, tematikusabban, ki tudott alakítani egy közösséget maga köré, és ami nagyon fontos, pontosan tudta, hogy ki nézi őket, mert volt egy közvetlen kapcsolatuk velük. Aztán, aki jobb minőséget adott már a blogból, az előbb-utóbb elkezdett híres lenni, és szépen, hát mondjuk úgy, beleolvadt egy nagyobb média felületbe. Reméljük, nem ez a sors vár a podcastra. Engedjétek meg, a podcast az egyik legtranszparensebb médium. Olyan, mint mondjuk a mozi, a színház, és persze haza beszélek, mint a konferencia. Konkrétan láthatjuk, hogy mennyien hallgatják. Hát jó, hát ugye a mai zárás miatt majd csak számokból láthatjuk leginkább ezeket, de hát egy mozinál, konferenciánál pontosan lehet látni, ha eljönnek 2000, mennyien mennek be a terembe, mennyien voltak kíváncsiak arra a címre, tartalomra, előadóra. A podcast is az egyik legintimebb médium, hiszen nem lehet a háttérben művelni. Nem, nincsen second screen közben. Jó, persze, lehet fürödni, kutyát sétáltatni, vagy az autóban egy hosszabb úton menni, például ugye a Tóth-Szabolcs-Töhötőnek 2 órás ilyen longformja van. Hát az zseniális, beül az ember a kocsiba, és még elutazik mondjuk Pécsre a barátaihoz. Végig lehet hallgatni. Szóval én az egyik legintimebb médiának tartom. Én azért is annak tartom, mert mindig ilyennel hallgatom, tehát nem is jön be semmi más, tényleg oda lehet rá koncentrálni. Az meg ugye nem igaz, hogy a férfi ember tud 2 helyre figyelni. Tehát ez ebből a szempontból tökéletes. A podcastnak több üzleti modellje van. Lehet művelni hobbiból, saját pénztárcából, 2 jobb minőségű mikrofon, egy valami lejátszó vagy felvevő hozzá. De van, amikor mások pénzéből. Ugye klasszikusan szokták mondani, hogy jó producer mindig más pénzéből gazdálkodik. Lehet támogatott, mert szeretik, amit csinálunk. Lehet előfizetett, mert már igény van rá. Tehát az előfizetés az egy nagyon fontos dolog. Biztos emlékeztek a print médiánál is, hogy első kérdésünk nem az volt, hogy hány példányban nyomják ki, hanem hogy mennyi előfizetőd van. Lehet reklámozni benne, mert kivételes minőségű elérést tud adni, mondjuk emiatt. És ugye lehet az egész hibrid rendszerű is. A podcast tud minőségi adatot is szolgáltatni. Nagyon fontos. Általában feliratkozók, aztán ugye lehet később nevekkel, lehet társítani más médiákhoz, és egész komoly adatbázisokat lehet kihozni rá. A hirdetőnek szüksége volna minőségi tartalomra. Az előfizetés, a támogatás már eleve egy tisztítást jelent, ugye? Tehát kinek adunk pénzt? És lehet, hogy nem 500 000, 800 000 fogyasztják, csak 20-an, 30-an, 40 000. De micsoda minőség ez a 20-30-40 000? De mi a podcast még? Lehet egy one-man show, vagy csak 2-3 ember mivelheti.
vagy esetleg iparosodhat. És ebből a kicsit manufakturális állapotból egy egész gyárrá tud emelkedni. Ha már előfizetésről beszélünk, one man show, meg manufaktúra, meg abból egy továbbfejlődés. Vajon hol van az a kritikus tömeg, fogyasztói tömeg, kritikus fogyasztói tömeg, amikor egy podcast valóban önellátó tud lenni? 1000 fő. Mondjuk, hogyha a Patreonon előfizetnek 1000-en, azért az úgy elég baráti lehet. De hogy néz ki egy média, mondjuk úgy, érdekeltségi lánc? Hát média, ügyfél, hirdetés. Tehát ugye? Tehát mi az ügyfélnek dolgozunk. Na manapság, tehát ez egy kicsit megváltozott. Ma már nem a média ügyfél hirdetésről beszélünk, hanem média, hirdetés, ügyfél. De ez baromi veszélyes. Itt vannak a globálisok. Lássuk be, ne legyünk álszentek. Ma már el tudnak jutni a hirdetők a média nélkül is, mert a globálisok áldásos tevékenysége miatt nincs szükség a médiára. De szükség van rá. Mert szórakoztatni, tájékoztatni, igazat mondani szeretnénk. És talán ebbe a podcast, ebben az előfizetéses rendszerre, bocsánat, hogy ezt ennyire nyomom, mert én hiszek abban, hogy az előfizetés mindig egy tisztító dolog. De kanyarodjunk vissza. Vajon mennyien hallgatják a podcastokat? Mennyi műsort készítenek? Hát sajnos nagyon nem tudtam hozzánézni ezeknek a számoknak. Így nagyjából tudok egy olyat mondani, hogy tavaly nyáron olyan 300 műsor volt, aztán évvégére 1500. Kilőtt, ugye? Exponenciális növekedés, és a teljes lakossága 10%-a hallgat már podcastot. Az a pletyka járja, hogy az IAB, vagy IAB, vagy IAB, ki ha szereti ezt mondani, egy átfogó kutatást rendelt. Ez egy nagyon komoly hír, és nagyon komoly üzleti érdeke lesz sok mindenkinek. De azt is jelenti, hogy a podcast eljutott egy olyan szintre, hogy az IAB, mint szövetség, erre kutatást rendeljen. De egyre több cég foglalkozik podcastokkal. Tudunk gyógyszeriparról, tudunk telekommunikációs cégről. Tehát elkezdtek rá figyelni a márkák. Meg fogjuk kérdezni mai vendégeinktől, hogy na vajon, ők miért fordulnak a podcast felé. Megjelentek a nagy gyártók, ugye? A Beton Studio, tényleg nagyon komolya, meg a Showcast Media. Meg elkezdtek a reklámügynökségek is felé foglalkozni. Vajon egy podcastnak milyen társmédiái lehetnek? Ugye, én elsőnek nekem mindig a közösségi média, meg a hírlevelek jutnak eszembe. Szeressük tehát ezt a csecsemőkorban, ippek, hogy elhagyó ifjú médiumot. Vigyázzunk rá, ne rontsuk el. Próbáljuk megtartani a média, fogyasztó, hirdető sort, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a fogyasztók, de a hirdetők is nagyon sokat fognak ebből nyerni. Na, ennyit a végén a szentimentalizmussal. A mai napom 4 vendégem lesz, elsőnek a hölgyeket is ABC sorrendben mondom, Kozma Noémi, a Mindshare ügyfélkapcsolati igazgatója, Liptai Gabriella barátom, a KPMG marketing és kommunikációs igazgatója, Kutas István, a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója, vállalati PR, a belső kommunikáció, a fenntarthatóság, és a CSR tartozik a feladataihoz, úgyhogy hálás vagyok, hogy tudott ránk szakítani időt. Köszönöm szépen. És Szentkirályi Balázs barátom, a G7 társalapító, a G7 podcast társalapító vezér igazgatója. Adásunkat avval kezdeném, hogy a szereplőknek fölteszek egy pár kérdést, megválaszolják, és utána kibontjuk, és hát reméljük, hogy én háttérbe vonulhatok, mert akár ők is elkezdenek majd vitatkozni. Szentkirályi Balázs podcast készítő, podcast gyáros. Itt vagy, látlak? Itt vagy, látlak. Igen, és hallasz is? Igen, köszönöm szépen. Első kérdésem, itt van a G7, nem is megy rosszul, fordítsuk meg, egész jól megy, ugye?
Mi a túrónak csináltatok akkor podcastot? Hát részben azért, hogy egyre jobban menjen, tehát ugye a G7-nek a tartalma, remélem, hogy itt az itt lévők közül sokan ismerik meg, olvassák, az alapvetően egy picit a gazdaság és a gazdaságnak a világa, tehát nem feltétlenül könnyen, ráadásul olyan céljaink is vannak, hogy ne az érzelmekre hassunk, tehát hogy nehéz érzelmeket és nehéz ilyen kapcsolódásokat kialakítani köztünk és a mi olvasóink között. És a podcast egy olyan műfaj, tehát igazából mindent elmondhatok itt róla Balázsral együtt a felvezetőbe, ami személyes, amihez könnyű kapcsolódni, és amin keresztül egy úgymond gazdasági újság, vagy egy gazdasági újságíró meg tudja azt mutatni, hogy ő is ember, meg ő is bakizik, meg ő is levegőt vesz, meg ő is mosolyog, meg nem tudom, ő is viccelődik, tehát hogy ilyen szempontból ember közelbe hozva szerintem a témánkat, meg a bennünket. Ugye ez az egyik, de nem emiatt, azt hiszem nem emiatt indítottuk, ez inkább csak egy ilyen utólagos ideológia, amit a történet mögé tettük. Egyszerűen azért indítottunk, mert én nekem egyrészt van egy rádiós múltam, meg rádiós gyökrei, másrészt meg ugye rengeteg podcastot hallgattunk a G7 főszerkesztőjével közösen abban a periódusban, amikor terveztük alapnak az indítását. Úgyhogy meg a kiadónak a megalapítását. Tehát, hogy már 17-ben elhatároztunk, hogy akkor ebbe belevágunk, és 18 tavaszán még ott az akkori ilyen választások előtt attól teljesen függetlenül indítottuk el a beszélgetés sorozatot, és közgazdászokkal beszélgetve fogtunk egy telefont, rátettünk egy mikrofont, kitettük az asztalra, és elkezdtük csinálni. Nem volt stúdiónk, nem volt különösebb hangtechnikán keverőpultunk, tehát teljesen amatőr körülmények között, egyszerűen szerelemből, mert szerettük, és még most is szeretjük egyébként. Akkor is, tehát elkezdtünk kísérletezni vele, és egyébként azóta kísérletezünk vele. Egy dolgot még hadd mondjak itt a felvezetőt kapcsán, és szerintem a podcastban az a fantasztikus, meg az az egyedi, egy kicsit félek is egyébként, hogy amikor 300-ról 1500-ra nő ennek a piacnak a kínálata, akkor vagy a kínálati oldala, akkor ez a faktor, vagy ez az összetevő, hát valamelyes talán veszélyben van, hogy ez egy olyan média, ami nem média. Tehát, hogy mi jut eszedbe a médiáról, hogy tömeges, hogy mindenhonnan az folyik, hogy fölzabálja a figyelmedet, hogy 2 percnél tovább nem tudsz odafigyelni rá. Na ez a podcast az a csatorna, amire mindez nem igaz. Tehát, hogy mozgás közben tudod hallgatni, nem tudom, vezetés közben, vagy ahogy te is mondtad, kutyasétáltatás, vagy futás közben nem tudsz olvasni, vagy nem tudsz nézni egy valamilyen adást, podcastot tudsz hallgatni, viszont nagyon kizárólagos, ezért nagyon szeretjük, tehát hogy arra nagyon alkalmas, amire mi használjuk, hogy komplex tartalmakat, mély gondolatokat, akár nem tudom, most magunknál vagy a G7-nél maradva a gazdaságtörténeti témában is mondjuk meg tudunk nyilvánulni rendszeresen ezen a felületen, vagy próbálunk most az idei szériában olyan külföldi egyetemeken PhD-zó magyar fiatal kutatókkal beszélgetni, és belőlük például a G7 podcastja körül egy hálózatot, egy közösséget kialakítani, aztán később, vagy te is mondtad, esetleg valamilyen hírlevelet, rendezvényt ráépíteni, amihez figyelem kell, és hogy ez az egyetlen olyan csatorna, ahol azt gondoljuk, hogy igazán hosszú távon számíthatunk a usernek, meg az olvasónak, meg a hallgatónak a figyelmére. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a G7-en, nem tudom, 10 perc fölött van az átlagos oldalon eltöltött idő, tehát hogy a G7 tartalmain általában meglehetősen nagy figyelem összpontosul, de ebből is kimagaslik egyébként a podcast, azt látjuk a számokon. Balázs, egy helyen most vitába szállok veled, de ne válaszolj rá, hanem majd mindjárt fölteszem, de a média, ezt úgy kell felfogni, mint a lóvasút után jöttek az autók, a média is változik, a tömeg média tömeges médiává változik, a longtail média meg fog változni, én megmerem reszkírozni, hogy a régi 20-80, tehát a 20%-nál volt a piac 80%-a, ez ha még nem is cserélődik meg, de azért ma már inkább a 40%-ánál van a 60%, tehát ez a bizonyos görbe, ez meg fog változni. Ne válaszolj rá, és az a kérésem, hogy majd vegyük ezt elő, mert ezért erről szívesen vitatkozunk még veled. Mi volt a legnehezebb, és próbálj röviden válaszolni, kivédve az én hosszú beszéléseimet, mi volt a legnehezebb a fejlesztés során, a létrehozás során? Megértsék azok, akikkel megpróbálom podcastot fölvenni, hogy ez ugyanolyan jó tud lenni, mint bármilyen más médiatartalom, sőt, még jobb. Tehát, hogy megismertessük, elfogadtassuk, senki nem tudta, amikor mi fölhívtuk ezzel, hogy mi az a podcast. Jöttek át egyébként
a mi szűk ilyen írott, ilyen kis digitális niskiadós szegmensünkből jöttek át kollégák, hogy megmutassuk nekik a később, egy pár hónappal később már volt egy stúdiónk, ott a két kezünkkel béleltük ki, jöttek át hozzánk, hogy nézzék meg, hogy mi vágunk, milyen keverőt használunk, milyen mikrofont használunk, és hogy lehet az, hogy semmilyen zaj nem hallatszik. Balázs, milyen tehát, hirdetők hogy fogadták? A hirdetőket a legelején az izgatta, hogy ez valami olyan dolog, ami még eddig nem volt, és próbáljuk ki. Mivel győztet meg őket leginkább? Mivel lehetett, ha megszabad mondani ezt a kódot, amire azt mondták, hogy kell nekünk? Azzal, hogy a mi tematikánkban, a gazdaság világában lehet különösen alkalmas a podcast arra, hogy márkát és cégvezetői vagy céges brandet építsünk és személyesítsünk meg egy olyan hallgatói körbe, ami, ahogy te is mondtad, elképesztően exkluzív és magas kvalitású az összetétele, és nagyon sok és figyelmet, vagy tehát masszívan lehet a figyelmet lekötni vele, és lehet hosszan beszélgetni, és elmélyülve beszélgetni. Azt hiszem, ezzel győztük meg őket. Nem tudom, hogy beletartozik a kérdésedbe a megélhetési jövedelmezőség, vagy ezzel még várjuk. Utolsó kérdésem, nem, meg lehet-e belőle élni, ide van fölírva. Mert hogy akkor ez lett volna ugye a következő, tehát hogy itt kettő válaszom van, az egyik az igen, a másik a nem. Mi ugye, és itt a társmédia szál is bejön, amit többször említettél, nálunk minden egyes podcast egy szöveges környezetben kerül publikálásra, tehát lényegben egy cikkformátummal együtt élesítjük ezeket a podcastokat, nem klasszikusan és kizárólag podcastokat gyártunk, van mögöttünk ugye egy lapkiadó, a GHZRT, és hogy emiatt valószínűleg mi, hogy mondjam, nyilván a kiadói szinten nem tudunk belőle megélni, de azt tudom mondani, hogy egy vagy két kollégát ez akár el is tudna tartani, tehát nagyon nagy az érdeklődése a hirdetői oldalról, és nagyon jól megy ez a dolog, és bátorítanék mindenkit, tehát lényegében az árazásban ebből sem kell különösebb titkot csinálni, a natív cikk környékén van ennek mondjuk az árfekvése, legalábbis a mi tapasztalataink szerint, aztán persze ez mindenkinél más. Másrészt meg azt nem tudom megmondani, hogy azok meg tudnak-e belőle élni, akik csak ezzel foglalkoznak, és nincs mögöttük szöveges kiadói háttér. Érdemes lesz esetleg ezt a szállat behozni. Lehet, hogy még nem, vagy csak kevesen, vagy akkor, hogyha van mögöttük sales house, de hát ahogy ugye hallom, már ebbe az irányba is elléptünk. Mi ezt nem próbáltuk ki, de mondom, azon a szinten, amin mit csináljuk, vagy ahogy abba a formátumban, ahogy mit csináljuk, abba ez egy jó dolog. Vitai Gabriellát kérdezném, mint kommunikációs szakembertől, tehát általában, te hova helyezed el a podcastot a média hazai univerzumába, vagy úgy tetszik, ökoszisztémájába? Sziasztok, köszönöm szépen a kérdést, meg Ákos azt is, hogy engem elhívtál ebbe a beszélgetésbe, tudnék azért nem vagyok szakértője a podcastoknak, a jelenlévők közül főleg a Balázs tudja, hogy egy közös kísérletezésben vagyunk, tehát így fogadjátok a véleményemet. Szóval nyilván, ha általánosságban mondom, akkor nagyon jól elmondta a Balázs, hogy tulajdonképpen egy a médiumok közül, amelyik nagyon intém, amelyik egyébként ezt a mélységet, analitikus formátumot, vagy egyfajta személyes, ám de szakértői közeget támogató média lehet. Egy kicsit valóban olyan, mint az újságírás hőskorában, hogy sokkal mélyebb és magasabb tartalmakat tudunk ide elhelyezni. Tehát egy a média mixben olyan, amelyiknek az előbb elmondottak a sajátosságai. Szóval nagyon jól kiegészíti nyilván az instant, az egyik oldalon, vagy a mérce egyik oldalán az instant tartalmakat, ugye ezzel a viszonylag hosszú 25-30 vagy még hosszabb perces ilyen mélységekkel. Tehát hosszú is és mély is. KPMG mikor indít podcastot? Hát mi kacérkodtunk egyébként pont a Román Balázsékkal egy közös, úgy volt, hogy a Tudulisztel tulajdonképpen együtt fogunk működni, aztán abból lett egy fiaskó, nem a Balázsékon múlott, hanem sokkal inkább rajtunk, nem voltunk szerintem készen arra, hogy hosszú órákat beszéltessük a szakértőinket, akik jobbak írásban, és aztán végül a Balázséknál kötöttünk ki egy olyan formátumban, amelyik ugye nem a mi podcastunk volt,
de mégis a mi szakértőink jelentek meg, tehát ebben is ilyen hibrid változatot preferáltunk, és azt hiszem, hogy a kísérletezésnek azért ez jó terepe volt, talán egy picit több is, hiszen egy olyan podcast sorozatba kapcsoltunk be, ahol mondjuk a KPMG szakértők valós tartalmakat, tehát nem egy ilyen öntömilyen formában tudták elmondani, hosszan kifejtve egy-egy talán izgalmas témában. Tehát sajátot nem biztos, hogy fogunk csinálni, mint ahogy a blogot is elég nehezen küszködtük ki magunkból, de nem zárom ki ugye ennek a lehetőségét. Hát a podcastnak van egy hallatlan előnye szerintem, hogy piszok gyors tud lenni, és hát hogyha egy cég nagy, akkor nagyon nehéz a döntési sor, de ez csak gondolom. Ja, nem, Ákos, nem erről van szó, szóval, hogy most tehát dönteni lehetne erről, hanem inkább idő és ilyen értelemben minőség kérdése. Tehát azért azt gondolom, hogyha szóban nem vagyunk annyira készek arra, hogy hogyan csináljuk érdekesen, akkor viszont nem érdemes belemenni ilyen hevenyészeten összerakott dolgokba. Most ugye az itt lévők közül István föltett neked egy kérdést még a műsor előtt, hogy miről fog beszélni, és közben én írtam neked egy SMS-t, hogy többek között a ti podcastotokról is. Szóval, hogy nekem az nagyon imponál, hogy ez a Magenta podcast elkészül, vagy akár a Cultural Bites. Szóval ezek tényleg nagyon jók, de ehhez azért valóban kell apparátus, és ez nem döntés kérdése, hanem idő, odafigyelés, dedikáció, stb. Gabi, neked melyik műfaj tetszik a legjobban a podcastok közül? Szoktál hallgatni egyébként? Viszonylag igen, tehát én rádiót is egyébként sokat hallgatok, hogy így rögtön valamit esetleg ide tegyek a porondra, hogy majdnem rádió. Tehát, igen, majd fogunk róla beszélni. Oké. Én az előbb említett podcastokat nagyon szeretem az Élet és mindent, jó hosszú, jó mag, ahogy mondtad, A-ból B-be eljut az ember, és közben elvarázsolja egy világban, de én hallgatok külföldi podcastokat is, mert ugye szeretném az angolomat még jobbá tenni, vagy csiszolni, viszont a keveset használom mostanában, úgyhogy ilyen Harari, TED, meg BBC-s dolgokat szoktam hallgatni, úgyhogy hát olyan ilyen business bulvár, meg ilyen ilyesmi. Ami szoktál vadászni új témákra egyébként? Új podcastokra? Inkább ugrálok a tér, tehát hogy nem vadászom, hanem engedem magamat menni a Hogy az ajánlórendszer, hogy ez a Spotify ajánlórendszere például menjen. Egyébként Spotify-on hallgatom, tehát hogyha... Melyiken? Spotify-on hallgatok podcast. Mert ez szerintem az emberek többsége, vagy a hallgatósak többsége azon hallgatja. Ide vonatkozik, bár úgy néz ki, mintha nem. Mennyire hiszel a non-spot hirdetésekben? Úgy általában? Ha, igen. Mint kommunikációs szakembertől kérdezem, általában. Nagyon szépen mondod, Ákos, hát nem nagyon. Szóval most nem tudom, hogy a médiás hölgy majd mit fog mondani, bocsánat, Noémi, hogy mit fogsz mondani, szóval hogy nem nagyon hiszek a non-spot hirdetésekben. Nyilván ez most így nagyon általános lenne, meg talán nem is elég szakszerű, de inkább úgy mondom, jobban hiszek a tartalomvezérelte formátumokban és megoldásokban. Ezért aztán a podcast is viszonylag, hát pillanatnyi cégemhez is közel áll, de úgy a szakmai ízlésemnek is jobban megfelel. Értem, köszönöm szépen. No, hát akkor ezt köszönöm. Kozma Noémihez fogok szólni. Ugye rá is térünk majd a Liptai Gabi által mondottakra. A Mindshare-en belül mivel foglalkozol, Noémi? Mr. is köszöntök én is minden kedves érdeklődő hallgatót és a beszélgető társakat is, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Engem Kozma Noéminek hívnak. Jelenleg a Mindshare-nél 2018 óta Client Leaderként dolgozom. Ez azt jelenti, hogy olyan elsősorban nemzetközi ügyfeleknek a kommunikációs stratégiai tervezésért és a stratégiáknak az operatív megvalósításának a felügyeletéért felek, mint amilyen egyébként a Volvo is. És a Volvo-t ezt azért is találtam volna, mert a bemutatkozásban belecsempészni, mert ez volt az a márka, akivel mi még 2019 dereken, azt hiszem, hogy a magyar hirdetői piacon első között kezdtünk el a podcasttal kísérletezni.
Úgyhogy ennek a közös kísérletezésnek és közös munkának is köszönhetem, azt gondolom, hogy most itt Állj, vagyok. Hagyj kérdezzem meg. Oké, én fölhívtam a Somlói Zsolt, hát nekem barátomat, neked főnöködet, és mondtam, hogy én most a podcastokról, és a podcast azt mondta, hogy ha valaki ehhez ért, ez a Noémi, mert hogy te több médiával foglalkozol. Mi alapján döntesz, amikor összehasonlítod, hogy miért pont a podcast? Hú, ez egy látszólag egyszerű, de azért bonyolult kérdés. Úgyhogy, ha nem bánod, a Kelly-hez indítok. Próbálj röviden, hosszan, tartalmasan. Úgyhogy mi, amikor megkerestek minket az ügyfeleink, akkor ugye mindig az a kérdés, egy adott kampányhoz kapcsolatban milyen média mixet érdemes használnunk. És a legcélszerűbb média mix megalkotásához nagyon triviális kérdéseket kell megválaszolnunk. Az első és legfontosabb az, hogy ki az a márka, aki kommunikálni akar. Teljesen magától értetődő, hogy egy progresszív, innovatív, nyitott szellemiségű brand teljesen más tervezési megközelítést követel meg tőlünk, mint mondjuk egy konzervatívabb, hagyományos megoldások biztonságát előnyben részesítő társa. De ugye épp ennyire fontos kérdés az is, hogy mi egy kampánynak az üzenete, tehát milyen üzenetet akarunk átadni. Mi a kampány cél? Ez a cél az milyen KPI-okban ölthet testet? Hogy néz ki a tágabban és szűkebben definiált célcsoportunk? Ez a tágabban és szűkebben is definiált célközönség milyen médiát fogyaszt? Egyébként, hogy általában hogyan néz ki a média landscape, milyen jellemző trendek, dinamikák alakítják? És hát még oda nem utolsósorban ez is egy fontos kérdés, hogy a versenytársaink mit csináltak a közelmúltban a piacon. Szeretnénk elkerülni azt, hogy olyan dolgokat replikáljunk, iteráljunk, amit előttünk, tehát a közvetlen versenytársaink egyébként már jól megcsináltak, ez egészen rossz fényt vethet ránk. És amikor ezeket a kérdéseket megválaszoltuk, akkor kvázi létre tudunk hozni egy ilyen médiatípus shortlistet, amelyben aztán a rendelkezésre álló büdzsé, eszletek, illetve az egyes médiatípusoknak a reklámhatékonyságához kapcsolódó ismeretek fényében meg tudunk alkotni egy tényleg célszerű és az ügyfeltől érkező briefre szabott médiamix javaslatot, és aztán médiatípusonként pedig konkrét taktikai koncepciókat is. És hogy ebben a média mixnek, hát a podcastnak van-e és milyen arányban van helye, ugye erre vonatkozott Ákos a kérdésen. Szerintem senki nem fogja összevonni ezt a mördökét, hogyha azt mondom, hogy mindennel együtt és mindennek ellenére a podcastok azért még nem képezik eszenciális részét ezeknek a kommunikációs mixeknek. Ez az elmúlt nagyon rövid időszakban óriásit mentek. Tehát gombamot szaporodnak az egyre diverzebb témákban, egyre magasabb színvonalon előállított produkciók. Látjuk, hogy ennek köszönhetően egyébként folyamatosan bővül lojális, visszatérő podcast hallgatói közönség is. Egyre több hirdetőt is vonz, éppen miatt a műfaj. De azért ez a közönség ez még mindig nagyon nincs, nagyon szűk, nagyon értékes, de azért limitált. De nagyon értékes, ezt mindenképpen szerettem volna én is kihangsúlyozni, és pont ebben rejlik egyébként a műfajnak a sajátossága, vagy a kitüntetett jelentősége bizonyos esetekben. De ez a közönségben egy imitáció, ez jelenleg szerintem egy ilyen növekedésbeli mesterséges ilyen plafont is képez. Úgyhogy úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam is a kérdésre. A Volvo beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Maximálisan. Mi a Volvo-val két podcastot hoztunk tetően le az elmúlt két évben. Az első az a felforgatók volt, amiről a Román Balázs is röviden értekezett, illetve azt hiszem, hogy a számodra is ismerős minket, mert szerepeltünk benne, igen. A felforgatók kapcsán, bár mi egyébként branded contentként tekintettünk rá, mert annyira, tehát amit a Balázsék kiúztak a fiókból, mint egy formálódó koncepció, az gyakorlatilag totálisan egybevágott azzal, amit mi egy saját podcastnak témaként szerettünk volna meghatározni.
De hát ugye ez a Balázséknak volt a koncepciója, tehát ilyen értelemben nem egy saját podcastot hoztunk létre, hanem támogatóként kapcsolódtunk egy általuk már körvonalazódó formátumhoz. De ez a támogatói minőség, vagy ennek a támogatói minőségnek a kialakítása során is az nagyon-nagyon fontos elvárás volt magunkkal szemben, hogy ne valami olyan ne olyan megjelenéseket készítsünk, ami intruzív, vagy így idegen testként ékelődik a tartalomba, hanem valami olyan dolgot, ami a tartalomnak a szerves integráns részét tudja képezni. Tehát úgy mondjuk el a saját márkáknak a történetét, hogy az nagyon, nagyon magától értetődően és elegánsan éleszkedjen a tartalomban. Mert ugye, arról beszélgettünk is, a podcast az egy elképesztően intim, személyes műfaj, és ez a hirdetők számára is hát egy tulajdonképpen egy piros fény, hogy amikor a podcastokban való megjelenéseknek a formai, meg tartalmi körvonalazásával foglalatoskodnak, akkor iszonyatosan tudatosak legyenek, és erre az organikusságra törekedjenek. Mert hogyha nem azok, akkor elidegenítenek, és az pedig kontraproduktív. Jó, csak mondjuk kérdezhetem, milyen podcastokat készítettünk, és a felforgatók kapcsán egy kicsit hosszasan meséltem, de szerettem volna a másodikról is feltétlen szót ejteni, ez még a kortárs felbeszélések volt. Erről pedig azért szeretném csak egy pár gondolatot megosztani veletek, mert ez 100%-ban egy általunk létrehozott produkció volt. 28 kortárs magyar szerzőnek a novellája elevenedik meg rajta. Egyébként a Volvo által támogatott Radnóti Miklós Színház színészeinek a jóvoltából. A műsornak a hosszja pedig maga a Volvo egyik márkanat követett Tél Attila, és ez egy gyakorlatilag egy ilyen, azt gondolom, hogy egy maradandó kulturális értéket képviselő, és valódi értékelődéssel számot tartani képes ilyen irodalmi podcast, amivel pedig elsősorban az volt a célunk, hogy az utazással eltöltött időt, amit sokszor holt időként élünk meg, valódi értékes tartalommal tudjuk megtölteni. Köszönöm szépen, Noémi. Ha nem haragszol, kicsit pörgettem a dolgot, mert rettenetesen megy az idő, és Kutas Istvánhoz fordulnék. Mindazonáltal azt a megjegyzést most megtenném, amit a Noéminek az előbb beleszóltam. Én azt gondolom, hogy a magyar hirdetői piac, ügynökségek, márkás tulajdonosok, kérem, hogy támogassák a magyar médiát azzal, hogy az ilyen jellegű új kezdeményezések mellé állnak. Ennyi volt a podcastért. Parancsolj, csak ön vasárnap. Mintha Isten megenged egy gondolatot, lehet egy ilyen vitaindító jelleg. Egyébként pont ezt szerettem volna én is megfogalmazni, hogy azt gondolom, hogy nem csak a tartalom előállítóknak van abban baromira nagy felelőssége, hogy a podcasttal rövid távon mi fog történni, most a benelelő lehetőségeknek a kibontakoztatásnak gondolom, hanem nekünk a hirdetői oldal szereplőinek is, hiszen mi diszponálunk a kommunikációs költségvetések felett, és nekünk kell tudni felismerni azokat az értékes kezdeményezéseket, amelyek tényleg érdemesek arra, hogy ostenket kapjanak. Ez volt az a cinikus megjegyzésem, hogy a globálisok úgyis lehetővé teszik, hogy kikerüljenek minket. Ne engedjük, kérlek hirdetők, segítsetek minket. És most tényleg Kutas Istvánhoz fordulok. Mikor figyeltél fel először a podcastokra? Ugye másfél évvel ezelőtt kezdtem el igazából podcastokat hallgatni, úgyhogy viszonylag új ez az elkötelezettségem, vagy érdeklődésem. Nagyot erősített rajta az, hogy a kollégáim rábeszéltek arra, hogy nekünk is legyen egy podcastunk, illetve nagyot erősített rajta ez az a lockdown helyzet, tehát ami az elmúlt egy évben volt. Hát igen, a pandémiának bárhogy is nézzük, sokat köszönhetünk. Most pillanatban mennyi podcastot üzemeltettek összesen? Nekünk vállalati szinten van egy podcastunk, ez a Magenta Podcast, illetve együttműködünk még egy a Kreatívnak egy podcastjával. Tehát a Magenta Podcast az, ami a úgymond a hivatalos vállalati csatorna,
Ez úgy jött létre, hogy nekünk van egy ilyen vállalati hitvallásunk, hogy a digitalizáció az segít abban, hogy előbbre juss az életben, jobbá teszi az életedet, és ezt próbáljuk valahogy bemutatni sztorikkal, projektekkel. Erre jött létre egy blogunk, a Pontmos blog, erre jött létre a Most Fórum rendezvénysorozatunk, és akkor a kollégáim egy idő után így jöttek azzal, hogy most már kéne egy podcast is ebbe a content gyárba vagy körforgásba, amit még kiegészítünk általában különböző média együttműködésekkel is. És nagyon jó időérzékkel tavaly márciusra lett kész az adás, és akkor indultunk. Értem. Melyik a kedvenc? Most magánemberként is kérdezem, és nem feltétlen a saját podcastod, de neked melyik a kedvenc műfajod, vagy melyik a kedvenc podcastod, amit szeretsz hallgatni? Én nagyon sokat hallgatom az Economistnak a podcastjait, ilyen politika, gazdaság, ilyesmi műfajban, de elég sokat hallgatok magyar podcastokat is. Ott inkább téma szerint szelektálok, tehát ahogy a Gabi mondta, néha márkahír vagyok, de néha meg abszolút téma szerint ugrálok. Engem érdekel a történelem, tehát most meghallgattam egy Hatos Pál nevű történésszel egy beszélgetést a Válasz Online-on, vagy valami teljesen ismeretlen fórumon egy Ungvári Krisztiános beszélgetés. Tehát, hogy a Somodi Imrének ajánlom a podcastját, állati érdekesek. Ritkán jelentkezik, de nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Bocsánat, hogy csak mondogassuk itt a podcastokat, hiszen ezzel segíthetjük őket. Igen? Én jellemzően autóban hallgatok podcastot. Tehát ami régen rádió vagy zenehallgatás volt, az alakult át podcast hallgatásra. Ugyanazt a kérdést feltenném utolsónak, mint amit a Gabinak is feltettem. Mennyire hiszel a non-spot hirdetésekben? Most én nem vagyok marketing szakember, és nem ülök hirdetési büdzsén, de én személy szerint hiszek ebben, attól függ, hogy mi a műfaj, attól függ, hogy mi a cél, tehát hogy termékimázs vagy egyéb kommunikáció, mindenképpen jó dolognak tartom. Köszönöm szépen, és akkor most kinyitnám a beszélgetést. Szerintetek mi a podcast? Próbáljátok meg egy mondattal megfogalmazni, és ezt nem véletlenül teszem föl ezt a kérdést. Én egész meglepő válaszokat hallottam, meg egész meglepő dolgokat hallottam megfogalmazni az elmúlt napokban. Noémi? Röviden. A podcast az, kezdjük az elején, egy auditív forma, ami digitális platformokon keresztül hozzáférhető, ezáltal rendkívül jól mérhető és célozható, személyes, intim médiatípus. Oké, Gabi? Először is bocsánat, de hadd finomít csak magamon valamiért. Én azt hittem, hogy azt kérdezett, hogy hiszek-e a spot hirdetésekben, és arra válaszoltam, bocsánat. Úgyhogy most, hogy viszont ellenben nagyon is hiszek ezekben a non-spot, na, elnézést. Szóval, hogy ezen kívül még nekem az jutott eszembe, mert hát ragyogóan megfogalmaztad, Noémi, hogy talán még egy olyan aspektusát érdemes a podcastnak, egyébként a rádiónak is így feleveníteni, hogy tulajdonképpen a képzeletünket csiklandozza minden, ami a podcastban elhangzik. Mert hogy ugye nem egy ilyen telibetett médiaforma, hanem gyakorlatilag mindenkinek más kép képeződik le az, amit hall. Vizualizálni egészen másképp tesszük. Tehát ilyen értelme egy nagyon érdekesen ható médiaforma. Szerintem egyébként ettől intim, hogy a te világodat képzeled, rajzolod köré, ami ugye egy ilyen viszonylag redukált média típusban jelentkezik a hang formájában. És szerintem ez is egy sajátossága, ettől az egésznek van egy ilyen misztikuma, most nem akarom túl dimenzionálni. Igen, de hogy van egy ilyen, tehát hogy szerintem ez egy érdekessége, ami nem feltétlenül a ilyen nagyon rigid szakmai meghatározottsághoz van, de hogy ezt azért hozzá lehet tenni. István?
Számomra nem tudok én nagyon szofisztikált definíciót, de a podcast az egy ilyen nagyon jól szerkesztett, frappánsra szerkesztett rádiós beszélgetéshez hasonló dolog. És azért mondom ezt a frappánsra szerkesztettet, mert rendkívül sok nagyon hosszú, kicsit unalmas, túl hosszú, sok üres járta rendelkező podcastot lehet azért hallani. Hát amikor ilyen másfél órás adások vannak, ott azért felteszi az ember a kérdés, hogy miért nem lehet ezt ilyen kicsit rovatszerűbben, ügyesebben vágni, frappánsabbá tenni. Szentkirályi Balázs, mi a podcast? Az embereknek a homokozója a podcast, akik nem akarnak semmit két percben elmondani, mert azt gondolják, hogy a világ annál bonyolultabb, mint hogy dolgokat két percben lehessen adni, akkor ez a podcast. Azoknak a nem média, azoknak az embereknek szerintem sok esetben, és igazából Istvánnak abban, hogy ezzel sokan visszajönnek, és sokan olyan unprofessional módon ilyen terjengősek és felkészületlenek, de hogyha őket kiszórjuk, akkor azoknak az embereknek szerintem a mencsvára, vagy a menekülő útja ebből a túl mediatizált környezetből, akik valódi tartalmat és gondolatokat akarnak. Igen, köszönöm szépen. Én egy valamit hozzátennék, parancsolj Kozma Noémi. Én bocsánat, csak még eszembe jutott, ez elhangzottakon felül még tenni egy kulcsfontosságú kifejezés, az pedig az on-demand. És még egy akkor. Pont erről akartam beszélni. Tehát on-demand és RSS. Mert hogy aki egyszer feliratkozik, az RSS kódolással tud működni, és az automatikusan elkezdi a saját közönségét építeni, mert hiszen amikor föltöltöd a legújabb epizódodat, automatikusan kapja az értesítést, hogy megjött az új, ha már felforgatókról, én is mindig kapom a telefonomra ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Fogalmazzátok meg nekem, mi az, amit nem tud egy podcast? Nem ezen tudok frappáns dolgot mondani, hát figyelj, nem tudom, én azt mondanám, nem tud látható lenni, hát látható tud lenni, hát csak be kell kapcsolni egy webkamerát. Tehát, hogy alkalmas, ami, hogyha gondolatokat akarunk átadni a médiába, akkor arra alkalmas. Szerintem nem jó, bocs, akkor most a CSS nem a tartalmi sapkámat veszem fel. Én szerintem nem jó arra, hogy terméket, effektíve egy doboztejet eladj, arra nem jó. Köszönöm szépen, köszönöm. István? Ezt akartam mondani, mint a Balázs, hogy direkt termékmarketingre, valami nagyon kézzelfogható dologra, rövid távú hatásra nem alkalmas szerintem. Tehát ez inkább egy ilyen hosszú távú imázsépítő, indirekt storytelling történet. Gabriel, köszönöm szépen István. Gabriella? Hát nyilván nem alkalmas arra, hogyha egyszerre szeretnénk Tehát nagyon gyors párbeszédekre, vagy ilyen panelbeszélgetésre is csak korlátozottan. Azt gondolom, hogy talán nem ez a műfaj a leg, vagy nem ez a csatorna a legjobban passzol ehhez, de nincs nagyon további hozzátennivalóm. Szóval Noémi, köszönöm szépen, Noémi. Én azon gondolkodtam, hogy hát hirdetői oldalról, ami egy limitáció, az, hogy nagyon bonyolult üzeneteket nem tudunk átadni, mint hirdető. Persze, hogyha csinálunk a saját podcastot, akkor az egész podcast maga a festővászon, amire tudunk festeni. De egyébként, hogyha csak támogatói vagy spot alapú megjelenésekbe gondolkodunk, akkor ott azért tekintettel kell arra lennünk, hogy ez egy auditív forma, rövid, jól emészthető, gyorsan felfogható módokon kell kommunikálnunk, úgyhogy szerintem ez lehet egy fontos limitáció. Hogy menjünk tovább, és kérdezzem meg, adatok és mérhetőség baromi fontos a mai világban, bocsánat a baromért, nagyon fontos a mai világban az adatok és a mérhetőség. Hogyan lehet mérni a podcastot? Milyen számok alapján lehet értékesíteni a podcastot? Hát ugye a két legfontosabb, hogyha nem bejöttek magamhoz, ragadom a szót, a két legfontosabb indikátor az összletöltés szám és az érdi hallgatóknak a száma, ezeknek az epizódonként megoszlása. Azt hiszem, hogy ezek azok az alapmutatók, amik egy ilyen fontos fogódzót jelentenek, és hozzáférhetők analitikán keresztül. A izében van, igen, a Encore-ban. Balázs, láttam, föltetted a kezed.
Igen, én itt még behoznám a szempontot, tehát az oldalon eltöltött idő, vagy a podcast hallgatással eltöltött idő, tehát hogy szerintem a figyelem az nagy kincs, hogyha valaki komplex márkaüzeneteket képes megérteni, nem is feltétlenül márkaüzenetként, hanem egyszerűen a beszélő személyiségén keresztül egy podcastban átadni, azt hiszem óriási értéke lehet, és itt egy kicsit visszakanyarodnék arra, hogy nyilván az online médiában is, most nem akarom itt off-topic-okkal itt untatni a közönséget, de hogy van a real user szám, meg a page view szám, tehát hogy nézzük már meg, hogy mennyi, hány percet tölt el egy olvasó egy adott oldalon, vagy hogy egy visit során hányat kattint, vagy hogy egy real user egy hónapban hányat vizitál. Tehát hogy ezekkel szerintem nagyon időszerű lenne, ez egy másik beszélgetés témája lehet, nagyon időszerű lenne a méréseket kiegészíteni, és nagyon remélem, hogy jön a hirdetőknek is, meg az ügynökségeknek is, azzal az új hulláma és generáció, akik erre már jobban, vagy legalább annyira oda fognak figyelni, mint a kilóra értékesített tartalomra. Noémi, van hozzáfűzni valód? Igen, de bevallom, hogy még két percre ezzel elhangzott gondolatra szerettem volna reagálni. Ugye beszélgettünk arra, hogy mire nem alkalmas a podcast, és eszembe jutott, hogy mire akartam reagálni. Alapvetően volt köztünk ilyen egyetértés, hogy brandépítése lehet, hogy adhat jó kereteket, és az ilyen direct response kampányokra talán kevésbé, vagy az ilyen egypontolás mondjuk egy dobozszei értékesítéssel kevésbé alkalmas, és erről csak az jutott eszembe, hogy a nagy amerikai piacon, ahol nem tudom, a populáció egynegyed egyébként podcast hallgató, ott azt olvastam, hogy egyébként a direct response kampányok azok, amelyek... Melyikek? Elnézést, nem értem. A direct response kampányok, tehát azok, amelyek tehát nem a brandépítésre koncentrálnak, hanem azonnali akció kiváltására. Például gyere az XX Randásokba, és vedd meg ezt és azt. És ezzel adunk egy kuponkódot, amit, hogyha beváltasz, akkor egyébként még trekkelni is tudjuk, hogy valóban te a podcastból érkező forgalom vagy. Ami nekem is van, hogy annyira tehát a mostani ismereteink és a számunkra ismerős valóság keretein belül, ez egy olyan nehezen értelmezhető dolog, mert én is azt gondolom, hogy ez, hogy a podcastok értéket teremtenek, ezt a személyiséget, intimitást, ezt sokat emlegetjük, és valahogy nekem ebben a személyiségben és intimitásban olyan nehezen fér bele egy ilyen nagyon, nagyon célorientált üzenet, egy ilyen nagyon ilyen erős call to action-nel ellátott üzenet és hirdetés, de akik előttünk járnak, azokon a piacokon ez valahogy működni látszik. Köszönöm szépen. Láttam Balázs, de előbb tette fel a kezét Gabi. Ugye, jól látom, Gabi, hogy szeretné hozzászólni. Tiéd a szó. Utána teljes Balázs. Szintén a mire nem alkalmas, hogy ebből a linearitásból fakadóan, ugye arra azért kevéssé alkalmas, vagy nagyon kell, hogy valaki olyan legyen, mint mondjuk a Töhötöm, hogy így elmondja, hogy hányadik percnél mi történik. És hogyha csak ilyen cherry picking szeretnél bele hallgatni, tehát nem az egészet, nem az összes 40 percet akarod dedikálni. Ugye, tehát arra nem alkalmas, hogy csak úgy tájékozódjon ebből az ember, mint a mondjuk a print vagy az online hírekből. Hát ez egy mély beszélgetés. Hát igen, csak kérdezted, hogy mire nem alkalmas, igen. Tehát erre nem. Igen. Befejezted, Gabi? Igen. Köszönöm szépen. Balázs? Nagyon röviden a Noémihoz, hogy az amerikai piacon ez a direct response, én ahogy megfigyeltem, de ez teljesen személyes, és semmi tudományosság nincs mögötte, vagy nem nagy mintáról vettem, csak a személyes véleményem, hogy ott működik, ahol elmosódik a határ a spotban, a rövid spotokban megszólaló, itt van ez a kuponkód, mondd be a fehér nemű boltba, és megkapod olcsóbban a bugyit, tehát effektíve hallottam ilyet, az egyik általam legnagyobb tartott podcastertől, tehát hogy ahol a tartalom előállító és a spot létrehozó közötti határ elmosódik, ott mennek el direct response kampányok irányába. Én itthon még ilyet kevésbé hallok, bár mostában látok Salesforce-os kiajánlókban olyan spot árazásokat, ahol premium spotnak hívják azt egyébként, amit a műsorvezető olvas be és mond fel, úgyhogy valószínűleg mi is ebbe az irányba tartunk. Hát azért a kreativitás az visz minket előre. Parancsolj, Noémi. Bocsánat, mielőtt elkezdenéd. Ha bárki szeretne kérdést feltenni, lent van egy question and answer gomb, bátran, nyugodtan tegyétek fel a kérdéseket, be fogom adni, elolvasom, és be fogom adni lent question and answer. Bocsánat, Noémi, tiéd a szó.
Csak a Balázs által elmondottakra szerettem volna én is reagálni, hogy igen, hogy a külföldi piacokon ezeken a horse trade-edekkel próbálják áthidalni ezt a távolságot a kuponos értékesítés és amúgy a személyes formátum között. Én is úgy azt tapasztaltam, hogy a host valahogy a saját interpretációjában adja elő ezeket a hirdetéseket, és ettől az egész van, ahogy olyan testközelibbé válik, és nem olyan elidegenítő. Itthon még erre nem láttunk annyira precedens. Én amúgy tele vagyok szkeptikus ennek kapcsán, hogy ez tud-e működni. Hát, meglátjuk. De csak mi vagyunk ilyen fintorgósak. A piacnak mindig igaza van, a piac el fogja dönteni, jön egy kreatív ötlet, látjuk, hogy győz, és akkor megyünk majd utána. Van ez a témához hozzáfűzni való, mert Istvánnál látom azt, ugye jó, látom István? Igen, még csak annyit mondanék én, a méréshez visszakanyarodva, hogy két dolog, amit én hangsúlyoznék így a podcast, vagy mi podcastunk kapcsán, az egyik, hogy de mi ezt nem úgy kezeljük, mint egy standalone műfajt. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ezt összekötjük a bloggal, a social médiával, a rendezvényünkkel, a különböző média együttműködésekkel. Na jó, hát akkor átvezettem. Átvezetted, parancsolj, igen, társadalmi. Szóval, hogy az egyik, hogy nem egy standalone műfaj, és nem is szabad szerintem, tehát oké, mérjük, nézzük, de nem ez az elsődleges, hogy mit hoz rövid távon azonnal. A másik, ami ezzel összefügg, az, hogy ez egy új műfaj, és épp ezért türelmesebbnek is kell lenni. Rengeteg a kísérletezés is, ahogy Noémi is, meg Ákos is mondta, hogy mindenféle új és szokatlan dolgok megjelennek. Mi is ezt még bizonyos szempontból kísérletezésként éljük meg, tehát tudjuk azt, hogy tanulni fogunk, hibákat is fogunk elkövetni, és majd ennek fényében tudunk még tovább alakítani dolgokat. Meg őszintén szóval arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen irányba megy ez majd tovább, hogyha itt újra lesznek például rendezvények, és akkor háttérben szorulnak majd újra egy kicsit talán a podcastok. Meglátjuk, kíváncsi vagyok. Én nagyon bízom benne, hogy holnap fogom bejelenteni a Media Hungary-nek az idei időpontját, ami offline lesz, de nagyon bízom benne, hogy a podcast és egy konferencia nagyon-nagyon jól fog tudni együtt megélni. És akkor társmédia, folytassuk. Noémi, Balázs, Gabi, társmédiát, milyeneket tudtok a podcastokhoz a leginkább elképzelni, hogy ne önmagában legyen? Balázs? Ahogy utaltam rá, még talán az igen. Első felszólásomból, hogy mi is pontosan így teszünk, mint István, tehát kettő darab tapasztalat, az egyik, hogy valószínűleg azért tudunk vele bevételt termelni, mert nem önmagába csupaszon értékesítjük, hanem hozzákapcsoljuk máshoz, ez nálunk a mi esetünkben a szöveges tartalom, tökéletes kiegészítő, nyilván lehet mást is mondani, én most ezt emelném ki. Másrészt viszont, és az is egy nagyon fontos tapasztalat, hogy szintén István mondott, tehát hogy azokkal az nagyon innovatív cégekkel tudunk ebbe együttműködni, akik szeretnek a piac elején menni, nekik pedig ebben a műfajban még nem a legfontosabb valószínűleg a mérhetőség, valószínűleg az amerikai piac, itt, ahogy a Noémival is itt az előbb beszéltünk róla, már ebben előbbrébb tart annyira, hogy itt ott már nagyon is fontos, ezért ott megjelentek új típusú hirdetések és új típusú ügyfelek, mi is ebbe az irányba megyünk, de hogy én egyelőre nagyon élvezem ezt az inkubációs fázisát ennek a történetnek, vagy a gyerek korát ennek a történetnek, amikor tényleg olyan cél kellett együttműködni, akik érték alapon értéket látnak ebbe, és szeretnek kísérletezni, és nem fontos nekik, hogy mindent dekára megmérjünk. Amúgy mérhető egy csomó szempontból, különböző csatornák különböző módokon mérnek, inkább ezeknek az összefésülése, vagy az összegerevézése okoz nekem gondot, az, hogy mennyien hallgatják, vagy hányan hallgatják végig, vagy nem tudom, ez különböző csatornákon, különböző lehetőségek azért erre már vannak, tehát ebben elég nagy a fejlődés. Köszönöm, Balázs, hogy ezt mondtad, mert ez fontosnak tartom, hogy a társmédiát azért is jó használni, mert jobban lehet mérni, és egy csomó minden inputot kaphatunk onnan. Gabi, milyen társmédiát tudsz elképzelni a podcastoknak? Hát talán épp egy konferenciát, vagy valamilyen... Nagyon szépen köszönöm. Kicsit mélyebb, szofisztikáltabb, nehezebben feldolgozható
és még egy podcast idejénél is hosszabb ideig tartó tartalmat, amit végül is a podcast egy ilyen snapshot formájában, de be tud hozni. De tulajdonképpen bármelyik média úgymond mellékleteként szerintem hasznos lehet pont az előbb említett mélységből fakadóan. Amit viszont Noémi elmondott, hogy ugye nyilván nem mindegy, hogy az adott reklámozó vagy éppen márka az mennyire klasszikus, mondjuk így márkaképpel bír. Tehát nyilván van olyan, ahol teljesen értelmetlen, mert nem is találkozik a célcsoport. Tehát akár mennyire is nagyszerű a podcast, de nem találkozik a célcsoport mondjuk a hallgatósággal. Na jó, hát akkor ott azért a készítőnek is van feladata, mert a célcsoport az utcán hever, csak le kell hajolni hozzá, és akkor úgy kell idomítani egy kicsit ezt a történetet. Hát túl sokat kell dolgozni ahhoz, hogy adott esetben ez megfelelő médium legyen. Hát szóval mindenre nyilván nem lehet használni, és erre akartam csak utalni, hogy most akár inkubációs fázisban van, akár nem, lehet, hogy a végkifutásánál lesz minden márkához megfelelően alkalmas. Mint ahogy mondjuk egy mobiltelefonos hirdetés is nyilván azt gondoljuk, hogy bárkihez bármikor, nem tudom, hogy akár csak szakemberként, vagy akár csak magánemberként mennyire hatnak rátok ezek. Vagy én például ugye online rádiót, ahogy említettem, nagyon sokat hallgatok, és picit idegesítő, ahogy mondjuk egy-egy rádiónak az online változatához kapcsolódó vokális hirdetések megjelennek. Szóval, hogy az azért mondjuk a podcastoknak se tesz jót. Nem arra a kérdésre válaszoltam, amit kérdeztél, de úgy ez jutott még eszembe. Ez jutott eszembe róla. Noémi? Szerintem a teljes médiumok kiválasztásnál nyilván az az első és legfontosabb kérdés, hogy a podcast előállító az milyen háttérrel rendelkezik. Tehát hogyha egyébként képviselteti magát a podcast márka a digitális térben, meg mondjuk egyébként mondjuk a nyomtatott sajtóban is, akkor nyilván ez a olyan lehetőség, amiket utasság lenne nem kiaknázatlanul hagyni. De hogyha a tartalomgyártó alapvetően és kimondottan podcast készítésre specializálódik, akkor nyilván ezek az eszközök kiesnek, vagy legalábbis plusz erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy mit tudom én, diszplében, vagy hát úgy értem, hogy mondjuk online cikkek formájában, vagy blogokon, vagy egyéb platformokon is meg tudjon jelenni. Ami biztos, hogy egyébként minden esetben adottság, ez a közösségi média, ezt említetted is, Ákos, mind egyébként a tartalom előállítónak a saját oldalai, mind is a saját social platformjai, mind pedig egyébként a hirdetőnek a saját social platformjai. Lebeg a hangod, Noémi, csak szólok, úgyhogy, de még ment. Még ment, igen. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a podcastoknál lehet majd kinevelni podcastárt? Tehát, hogy ahogy a TikTok, Insta, meg YouTube, meg minden jöttek föl az influencerek, és aztán ez megfordult, és előbb volt meg az alap, és akkor ahhoz lettek felnevelve, hogy szépen fejezzem ki magam, felnevelve influencerek. Ez előfordulhat podcastoknál? Létrejöhet az influencer piac itt? Szerintem igen, tehát ez egy alapvetően külön műfaj. Tehát látszik az, hogy amikor egy profi által szerkesztett podcast adás lemegy mondjuk 20 perc alatt, és érdekes, és rovatok vannak benne, lincselő, stb., az milyen különbség mondjuk ahhoz képest, amikor valaki teljesen amatőrként vág bele. És én úgy gondolom, hogy lesznek olyan emberek, olyan cégek, olyan stúdiók, akik ebben majd tényleg profik lesznek. Nem biztos, hogy jót tesz annak az intellektuális sokszínűségnek, amiről itt Ákos is beszélt, de mindenképpen ki fog alakulni egy ilyen, szerintem. Hozzáfűzni való?
Szerintem minden adott ahhoz, hogy influencerekké váljanak a podcastokban megjelenő hostok. Hát pont az intimitás és a személyesség miatt, amiről beszélgettünk. Tehát epizódról epizódra hallunk valakit megnyilvánulni, a személyes véleményét hangoztatni. Ezekhez az emberekhez a hallgató elkezd kötődni, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy véleményvezéré váljanak. Ha most még nem is azok, mert egy egyre kevésbé elképzelhető. Pont a pandantja jutott eszembe, hogy viszont a podcast az lehetővé tesz esetleg médiából kiszorult, de nagyon jó felkészültséggel és fantasztikus hanggal, akár ex-rádiós tudással bíró embereket. És szerintem ez például egy nagyon klassz dolog, különösen most COVID időben, hogy ezt az egyébként is sokszoros csendet ilyen nagyon profi hangok tudják megtörni. Most tényleg én ma olvastam, hogy mondjuk a Gundel Takács Gábornak lesz van olyan podcastja az egyik IT céggel, ha jól olvastam, de lehet, hogy a Kreatívont jobban tudjátok, mert csak úgy pillanatra bevillan. És hogy tehát ezek azért szerintem elég örömteli dolgok, hogy nem ilyen mondva csinált és hirtelen jónak tűnő műsorvezetők teremnek ide, hanem adott esetben olyanok, akik tényleg értik a szakmájukat, most nosztalgiázás meg ilyesmi nélkül, de hogy szerintem ez is igaz, tehát hogy nem csak teremthet, hanem adott esetben felvevő piaca lehet korábbi sztároknak. Köszi. Igen, én majdnem mondtam, hogy éppen most hallottam valakiről, de ki is mondtad a nevet, Szentkirályi Balázs? Ami szerintem izgalmas lehet, és az amerikai piacon ez szintén jelen van itthon, javítsatok ki, lehet, hogy most Balázs azt mondaná már a Román Balázs, hogy már van ilyen, de nem tudok róla, aki leül egy mikrofonnal az arcába, és beszél. És órákon át, vagy egy órán át, vagy másfél órán át beszél, és ez tartalmas, szórakoztató, erőteljes és átütő. Ez nyilván személyiség kérdés, de hogy szerintem itt az influencer témánál ez bejöhet, tehát hogy olyan erőteljes személyiségek, akik verbálisan, vagy nem akarok neveket mondani, de van egy pár ilyen ember a magyar nyilvánosságban, akik verbálisan annyira jók, azoknak nagyon adja magát, hogy hát nem kell ott kérdező, meg beszélgetőtárs, meg téma, hanem ő a saját gondolatairól, vagy annak a talapzatáról kinyilatkoztat, és ezt rengetegen hallgassák. Ez szerintem még egy lehetőség. Azt szeretném kérdezni, hogy ha most egy márka látja ezt az adást, vagy bármelyik ilyen webináriumnak a podcastokkal foglalkozó adását, és azt mondja, hogy csináljunk podcastot, akkor mit javasoltok nekik? Mi az, amit először gondoljon át? Mi lehet az ez 1, 2, 3, 4 pont, ami jusson eszébe, hogy alkalmas-e az ő márkája arra, hogy podcastot csináljon? Ki tud rá először válaszolni? Hát kezdem én, mert... Köszönöm, István. Mi egy kicsit hasonló cipőben járunk, vagy jártunk. Nekünk mindenképpen az volt fontos, hogy volt mondani valunk, és sok mondani valunk, és megtöltöttük vele a csatornánkat, a csatornáinkat, és kerestünk valamit, ami kiegészíti ezt. Tehát az nagyon rossz, és ezt az ember gyakran látja, hogy csak csináljunk valamit, és majd kitaláljuk hozzá a tartalmat. Tehát legyen tartalom készen, szerintem az mindenképpen egy fontos dolog, és legyen azért házon belüli erőforrás is, mert nagyon jó igénybe venni profikat, tehát mi is együttműködünk a Beaton stúdióval, de például nálunk így a tartalomgyártásban, meg a műsorvezetésben abszolút a saját kollégáink dolgoznak, és az sokat ad hozzá a lendülethez, hitelességéhez, stb. Hát azt lehet mondani, hogy azt gondolja át, hogy képes-e tartalomba, a kreativitásban a tartósság és a rendszerességet adni. Igen, mert akkor lesz, és akkor lesz igazán sajátja. Tehát, hogyha egyébként ha ezekkel nem rendelkezik, akkor jobb, hogyha szponzorként áll oda valami mellé. Gabi, Noémi, Balázs? Én ugyanezt tudom megerősíteni, ugye részben a saját példánkon okulva,
És talán az is fontos, hogy, hogy a hitelességen túl, hogy, hogy ezt azért egy mondjuk egy időperiódusban is lássa, tehát hogy ne csak az most egy hónapon keresztül tud erre erőforrást és tartalmat biztosítani, hanem hogy, hogy mondjuk egy éves horizonton, hogy azért legyen legalább mondjuk 10-12 adás. Mi nekünk például ez nagyon nehéz, hogy, hogy adott időszakban, ami hosszabb, mint egy hónap, vagy, vagy egy negyed év, rendszeresen tudjunk ezzel foglalkozni. És jó, nagyon hittek abban, amit István mondott, tehát, hogy saját belső erőforrás is kell hozzá, igen. De ezt te is említetted még 10 perccel ezelőtt, vagy 15 perccel ezelőtt. Noémi? Teljesen egyetértek Istvánnal és Gabival. Azt kell még gondolni a brendeknek, hogy mit akarnak közölni, mi az üzenet, amit el szeretnének adni. Erre a podcast kínálja a legjobb formát egyébként. Megvan-e, hogy igen, az, amiről beszélni akarnak, hogy igen, amiről tartalmat akarnak elállítani, abban egyébként tudnak-e autentikusnak, vagy hitelesnek tűnni, és egyébként amiről beszélnek, az tarthat-e érdeklődésre számot? Ugye ez sem elhanyagolható szempont, hogy ez egy dolog, hogy én ezt fontosnak tartom megmutatni, de vajon tudom-e úgy prezentálni mindezt, hogy ez a célcsoportom számára érdekes legyen, vagy vágyott. Úgyhogy szerintem ez is meg egy fontos aspektus lehet. Tehát azt lehet mondani, bocsánat, hogy bele, csak hogy itt egy összegző dolgot mondja, hogy tudja kellően távol helyezkedni az én csodálatos ötletemtől, hogy lássam azt, hogy ez másnak hogy fog tetszeni, és ne csak azért engedjem a mikrofon elé, mert a megrendelőnek a kisfia, aki egyébként sejpít, pöfszájt, nem tudja az alanyt az állítmánnyal összetéveszteni, és ilyenkor hogy mondjuk meg neki, hogy te figyelj, ebben többet ártasz, mint építesz. És hát a kapacitások, igen, mert sokszor szerintem nem is gondolja a hallgató, hogy mi munka van egy-egy epizód, vagy egy-egy tartalom előállítása mögött, hogy azon hány ember, mennyi kreatív elme, és technikailag, nem tudom, rátermett ember. Magyarán mondva, ha nem rendesen csináljuk, meg nem szervezzük, meg nem csinálunk egy to-do listát, érted, to-do listát nem csinálunk, és amellett nem megyünk egy, és nem csinálunk hozzá egy timeline-t, akkor azt gondolom, hogy nagyjából így tudnám összefoglalni. Bocsánat, pörgetnem kell, elnézést, mert megy az idő, Balázs, mehetünk tovább. Akkor a másik oldalról jött egy olyan kérdés, hogy induló podcastnél 406 meghallgatása volt 3 hét alatt, mikor érdemes egy céges partnerségről gondolkodni, és önök szerint a tartalom készítői oldalról hogyan érdemes ennek neki kezdeni, ha valóban érdekes, értékes együttműködés, ne csak a reklámozás szülessen. Hú, ez egy nehéz kérdés, azt gondolom, mert hogy ezek már inkább üzleti titkok. Tud rá valaki válaszolni? Hogy mikor érdemes bekopogni egy ügynökséghez, mondjuk Noémi ajtaján, vagy a Kutas Pista István, bocsánatot kérek, Kutas István ajtaján? Szerintem az nagyon fontos, hogy amiről már beszéltünk, hogy a gyártó egy lépést hátuljon, és úgy tekintsen a létrehozott produktumra. Tehát, hogy ez valóban megüti azokat a minőségi standardokat, amelyekről azt feltételezhetjük, hogy ahhoz már ébren szívesen kapcsolódik. Szerintem az is fontos kérdés, hogy ugye ezt nem árult el a kérdező, hogy mondjuk milyen témában készül ez a podcast. Vannak olyan témák, amelyekhez nagyon könnyű egyébként szorosabban, vagy egy kicsit tágabban kapcsolódó, de tök relevánsnak tűnő partnert szerezni, és vannak olyan egészen nis, vagy ilyen nagyon speciális témák, amikhez meg talán egy kicsit nehezebb. Tehát azért nagyon sok kérdés felvetődik. Hála Istennek a két globális, akit itt folyamatosan szídok, ad lehetőséget arra, hogy például teszteket készítsünk, közvetett, vagy sunyi. Úgy teszünk föl kérdéseket, hogy a 3 kérdés válaszából jön ki az, ami nekem fontos, és más ne tudja ezt a történetet. Elnézést kérek, 16-14, nem megyünk tovább, nem lehet tovább menni. Egy utolsó kérdést tennék föl, ha leszállna egy angyalka, és azt mondja, hogy van egy-egy kérésetek lehet hozzá, akkor mit kívánnátok leginkább a podcastnak? Meg tudjátok fogalmazni? És akkor megyünk most tényleg ABC hölgyek, ABC sorrendben, tehát Kozma Noémi, Liptai Gabival,
Kutas Istvánnal és Szent Királyi Balázzsal. Mi az, amit kérnétek a podcast jövőjéért? Én azt, hogy a tartalomgyártók lankadatlan elkesedéssel állítsanak elő egyre jobb és jobb podcastokat, amihez aztán az egyre nyitottabb szellemiségű és vállalkozókedvű márkák nagy eránnal és lelkesedéssel kapcsolódhatnak. Köszönöm szépen, Gabi! Ugyanezt. Ennyi? Igen, nem tudok más. Tehát rendben, jó. Rendben. Oké, köszönöm szépen. A színvonaluk ne romoljon, tehát ne bulvárosodjon el, ne celebesedjen el, ilyesmit kimennék. Hát, hogy mondjak valamit. Én nagy védője vagyok a bulvárnak. A bulvár nem egy szitok szó. A bulvár az ugye azt jelenti, hogy a bulváron, a kávéházban olvasok és olvasva tanulni, szórakozva tanulni. Sajnos ezt nagyon sok kollega elszúrta, de azért a bulvár még önmagában. Elnézést, ez a saját lelkem miatt kellett elmondani. Parancsolj István, láttam. Nem, ebben igazad van Ákos, csak a bulvárnak van elég sok kitörési lehetősége mostanában, tehát arra gondoltam, ez hogy így van. Ilyen szempontból nem árt most, hogyha van egy ilyen viszonylag védett csatorna még. Vigyázzunk rá, mert csecsemőkorban van. Balázs? Igen, István, a szívemből beszélsz, úgyhogy én akkor inkább azt mondanám, hogy nagyon örülnék annak, hogyha ennek a formátumnak és ennek a csatornának lenne egy olyan egységesített mérése, ahol a minőségi kritériumok azok a mennyiségi kritériumok fölé tudnak valahogy keveredni. Nagyon szépen köszönöm. Én akkor ezzel a beszélgetést lezárnám. Jövő héten egy nagyon-nagyon izgalmas témánk lesz ismételten. A címadás művészete, máz alatt a valóság, egy címnek lelke van, és egy címnek hitele van. Egy cím bemutathat. Sok-sok értelműen mondom. Ilkó Miklossal az Indexel, Kuruc Adrián a VMN-től, Szántos Zsófi reklámpszichológus a Didibinél, és Virág Attilával, aki ugye a Hírstartnál dolgozik, tehát jól ismeri a címek algoritmusát és azok hátsó részeit. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk voltatok. Köszönöm a hölgyeknek, Kozma Noéminek, Liptai Gabriellának, az uraknak, Kutas Istvánnak és Szent Királyi Balázsnak, hogy velünk voltatok. Nem sokára ezt az anyagot kiteszem, egész pontosan vasárnap a YouTube csatornánkra, és a Digital Hungary-n pedig Bucski Péter barátom egy rezümét fog írni. Köszönöm szépen, sziasztok!